Szóval egy két ország kapcsolata jó-e, az nem csak rajtunk múlik, hanem azon is, mi van körülöttünk. Ma Vučić miniszterelnök úrral végigvettük azokat a nagy történelmi folyamatokat, amiben ma élünk. Megnéztük az Európai Unióhoz való csatlakozását Szerbiának. És úgy láttuk, hogy ott a magyar érdekeltség a sikeres szerb csatlakozásban fönnáll, és Szerbia is fönntartja a szándékát. Áttekintettük a közép-európai, nyugat-balkáni térség és Oroszország kapcsolatrendszerét. Mi várható, hogyan fogunk reagálni. Úgy látom, hogy ez a kérdés sem távolít majd el bennünket a jövőben. Áttekintettük, hogy mi van a migrációs kérdéssel, a modernkori népvándorlással. És itt kétségkívül vannak nehéz pillanatok, de összességében arra jutottunk, hogy ennek a kérdésnek a kezelése, vagyis a magyar határőrizet helyreállítása sem olyan tényező, ami a két országot eltávolíthatná egymástól. Tehát ha végignézem azokat a történelmi folyamatokat, amelyek ma meghatározzák ennek a térségnek a jövőjét, akkor azt kell mondanom, hogy az ország, a két ország vezetésében megvan az a szándék, hogy a gyorsan változó világhelyzetben is a szerb-magyar kapcsolatok jók legyenek és stabilak maradjanak.